karma in your way. Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Miért is értékes ő? Azt látom, hogy a sor számozott 35/19-es. Igen. Hát, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 35 darab van belőle a világon. Igen, apának szoktam besegíteni, apa gyűjti, kiskoromban gyűjtöttem, és ő megszerette nagyon, és ő még mai napig gyűjti. Már egy ilyen immaculatet, ezt mindenféleképpen akartam, mert én őket néztem mindig is. Magyarországon nem kapható, csak Görögországból lehet beszerezni. Aha, tehát hogy ezek azok, amik ilyen limitáltabb széria. De az örök kérdés felém az az, hogy meg lehet-e élni sportfogadásból, és akkor fölteszem azt a kérdést, hogy vajon befektetésként lehet-e kezelni ezeket a kártyákat? Biztos vagyok benne, hogy vissza olyan én hobbi szint. Csából nem akarom eladni a 40-50-et, hát ha egyszer meg a gyerekeim eladja. Aztán, hogy így lesz-e vagy nem, aztán tudom. Hát az játékos függő is meg ilyen sem. Aki közel hasonló karriert fog befutni, mint a két nagyágy, ugye Messi és Ronaldo, meg most ugye a Lewandowski. Azon kívül kérdés az, hogy a Pulisic vagy az összes ilyen most felkapott nevek mennyit, hány jó szezon futnak, azt előre nem lehet megjósolni. Valaki jó szezon fut, és akkor később is meg lesz a kártyának az az érték, amelyik magas lesz, de valaki lehet, hogy a pályafutásnak a végén lerakja saját magát és viszi a kártyáját. Betöltheti valaki amúgy most a Ronaldo és a Messinek azt az űrt, amit maguk után fognak hagyni? Szerintem több játékos egyszerre fogja betölteni ezt az űrt. A Messi esetén azt gondolom, hogy alapvetően olyan tehetség vetekedett felével is természetesen tehetség volt. Ronaldo meg ugye szorgalmas, hogy az hihetetlen. Igen, igen. Úgy is éri az életét, hogy 36 évesen még mindig toppon van. Ehhez ahhoz meg elkötelezettség kell. Ha lesznek ilyen fiatalok ezek közül, akik ezt végig tudják vinni, jól menedzselik őket, akkor kérdés az, hogy 10-15 évig lesz-e ilyen játékos. Arra azt mondom most, hogy nem. Szerinted, mint befektetés, az hol tart ez a dolog, és hogy meg lehet-e élni azzal, hogyha valaki esetleg befektet ebbe a sztoriba? Hát akkor korábban befektetett, akkor hírt. És jelen pillanatban? Most elég nehéz is szerintem. Aha. De nehéz is gyűjteni az olyan szebb kártyákat, mert nagyon elszálltak az ára. Itt is gyakorlatilag ilyen rookie mánia kezd kialakulni a focis kártyáknál? Hát, attól függ, melyik játékosnak. Aha. Nem mindegyiknek. Van-e olyan játékos szerinted most jelen pillanatban, akinek megéri elkezdeni gyűjteni alapjait, mert későbbiekben esetleg mondjuk azon a szinten lesz, hogy annak vagy felmegy az értéke, meg hogy ő egy iszonyatosan nagy tehetség. Már most fölment az ára, tehát igazából már egy fél jó szezonja volt, és már most bejött alapjait. Pedli, hát ezek, tehát fél egy szezont játszottak körül, és már most fölment úgy az erők, hogy igazából... Aha. Szerintem értelmetlenül sokkal, de... Mert most egy kicsit így fel van ez hype-olva, nem? Aztán fene se tudja, hogy mennyire lesz értéke. Maradjunk egy picit még ennél a Pesnél, mert ezt Pesnek hívják. Ugye gyakorlatilag ilyen több darabból áll ez a sztori. És annak az értéke például attól is függhet, hogy hány színű, benne van-e pont egy olyan, hogy ez nem tudom pontosan most itt éppen, hogy micsoda, de vagy egy logó, vagy egy számdarab, vagy ilyesmi, és az is így viszi fel az értékét. Viszi-e fel az értékét kártyának az, hogyha az adott játékos száma a sorszámmal azonos? Ez nekem nem tűnt fel. Én legalábbis nem foglalkoztam, hogy figyeltem ezt. Nekem is ez volt az, hogy van, aki erre ad egy kicsit. Hát azt hiszem, hogy például a gyűjtés, akkor neki jobban tetszik, hogy számára. De szerintem nem tudom. Honnan kezdődhet a prémium kategória? Angol, Amerika, leginkább főleg Amerika. Aha, és akkor az eBay-en lehet beszerezni? eBay-en, vagy vannak webshopok, vagy magától ugye a Topstól. Aha. Illetve van a Panini a másik.
cég, akitől ezeket be lehet. De gyakorlatilag ezeket azt lehet mondani, hogy most a Panini ilyen egyeduralkodó. Kosarasnál mindenféleképpen a Paninit mondanám egyeduralkodónak, de igen? Fociban a Tops még mindig ott van a szeret. Ez is Tops. Ez a Firminónak volt egy ilyen boxa. És akkor főleg Liverpoolos játékosok vannak benne, illetve latin-amerikaiak. Különbség van a között is, hogy éppen viselte azt az adott meccsen azt a mesztéken, igen. És van olyan is, amikor azt mondják, hogy csak egy boltból kihozott teljesen zsírúj. Olyan is van, azt most kezdték el csinálni, de egyébként amikor nem meccsborn, akkor az van rajta, hogy playerborn, ami például olyan, hogy miközben éppen aláíratott a Panninek, addig rajta volt. Ja, tehát értem. Rajta volt, de nekem például van olyanom, azt nem hoztam ki, ahol a kártyán látszik, hogy a mezdarab ilyen koszos. Tehát például a srácnak ott a szélén olyan Doncsics lapjai vannak. A grédeltek, tehát hogy azok több százezres kártyák. Hát az egyik 3 milliót ér az. Igen, igen. Tehát, szóval Doncsicsnál tartottunk, mert itt közben elkezdtünk beszélgetni mindenféle kártyáról. És amúgy még mielőtt elkezdünk beszélgetni, ez egy Velszi mez, ugye? Rajtad. Van. És te ilyen nagy Velszi fan vagy? Hát nekem Garab Bél a kedvencem. Ójjaj. És a Bélus. Én 20 évvel ezelőtt, vagy hát igazán 90-es évek végén voltam benne ebben az őrületben, ami aranykornak mondható. De én azt veszem észre ebben az elmúlt fél évben, hogy ha gyakorlatilag ugyanaz kezd visszajönni. És egy ugyanolyan őrület van. Hát ugyanazt nem mondom, szerintem jóval nagyobb. Covid alatt, ugye ez az online őrület ez bejött. Sokkal jobban rájöttek az emberek ezzel foglalkozni. Előkerültek a padlásokról a gyűjtemények, elkezdtek úgy és tekinteni rá, mint befektetésként. Befektetésképpen, tehát ez egy full tőzsde, Persze az is befolyásol, hogy ki hogyan játszik, de nem mindig mondanám ezt. Tehát, hogy a Messi lehet, hogy éppen bénázik egy meccsen, de Messi. Tehát igen. Brutális árakon lehet megvenni. Mennyire számít, hogy nyilván a lapoknál az állapot az nagyon hát fontos. 100%-osan számít, tehát hogy jó, mondjuk egy 90-eset, tehát hogy aha, tehát hogy lehet hibája. Van egy ami 1/1, tehát egy darab van belőle a világon, és mondjuk egyik sark egy kicsit be van nyomulva, attól még brutális áron el lehet adni, de nem akkora értéket képvisel. Illetve vannak ezek a bevizsgáló cégek. Melyek ezek a Beckett az egyik, ugye? Igen, a PSA és a BGS a legnagyobb. Tehát hogy ilyen kamu bevizsgálásokkal azért ne foglalkozzon, hanem. Elkezdtek mostanában nagyobbak lenni. Főleg azért kaptak teret, hiszen a 2-3 legnagyobb cég túltelítődött. Tehát eddig csak az ilyen nagyon ritkán, értékesebb lapokat küldték be. Most már a bézlapoktól kezdve, tehát az olyan alaplapokat is, amiket eddig nem vitt senki, mert hát ilyen pár százas kategória volt, itt bőrzén is. Aha. De azoknak is nagyon durván megugrott az ára. Főleg ha az védelme van, általában egy ilyen 9-estől fölfelé már jól el lehet adni. Bocsánat, csak annyi, hogy mindenki úgy is lássa, mert én is benne vagyok már, és én már baromira értem, de hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy lapot azt bevizsgálnak, igen, igaz? Elküldenek egy céghez, ők bevizsgálják, nézik, igen? Hogy magának a lapnak az eleje, tehát ez nem karcos, nem így néz ki, mit tudom én, a sarkait, illetve hogy a kép mennyire van középen ez a centerig. És akkor egy ilyen 1-től 10-es skálán be van lőve a lap. Lőve, és hogyha aláírt, akkor általában azt is szokták. Tehát, azt is hogy szokták, hogy, hogy néz ki. Van, hogy mondjuk egy 9-es kap, de az aláírás 10-es. Van-e olyan kategória, amiből már annyira kevés maradt fent, igazából ez a kérdés, hogy még összegyűrve is azért értékes? Összegyűrve nem hinni. Inkább azt mondanám, hogy hobby RC. Tehát, hogy inkább az NBA. Régebbi kosaras kártyáknál lehet olyan, hogy még a PSA 7-8-as is. Aha. Ki a legtehetségesebb, akinek a lapjaiból szerinted mondjuk 20 év múlva iszonyatosan föl fog menni az ára? Ez nyilván azért sok minden befolyásolja, mert hát azért lehet egy sérülés is, lehet ennél sokkal-sokkal rosszabb eset, ugye, mint a Kobe Bryant esetében, de hogy ha a mostani fiatalokat nézzük, amiket mondjuk mi is ismerünk, akkor ki lehet az a játékos, akinek elképesztően fel fognak menni a kártyáinak az értéke. Béluson kívül. Aha, Bélus örök. Mbappé. Franciákból Mbappé, angolokból gyakorlatilag bárki, kevésbé tapasztaltabbak, mint a nagyobbak, de jön majd egy váltás. Igazából már a váltás közepén vagyok, és hogy ki lesz a következő Messi Ronaldo, ilyet nem lehet mondani, mert Messi Ronaldo egy darab van. Nem a következő Messi Ronaldókat keresjük, hanem a következő nagyobb legendákat, és ki lesz az, aki értékelő, ki lesz az, aki te a közönség jobban szeret, ez majd kiderül. Tehát ott van például Lewandowski, brutálisan sok voltunk, és hát itt Messi Ronaldozunk még mindig. Mindenkinek szerintem itt van, és
életben. Igen, vannak befektetési lakjaim nekem is ugyanúgy. Hát azért, az, az igazából. De például nem adom el, mert az a főgyűjtő. De amikor az ember break-en az, akkor természetesen úgy rakja a lakokat, hogy kell, mint a tőzsre, hogy egyik nap lemegy az ára, utána felmegy, ezt neked kell érezni ennyi után, hogy, hogy konkrétan mit hagysz meg, mire ülsz rá, ezt így szoktuk. És én amikor jöttem idefel, akkor pont azon gondolkodtam amúgy, hogy hát hogyha kell egy ilyen nagy falat húzni a kettő közül, hogy van az a hobbi, meg van, aki mondjuk ebből megpróbál egy picit pénzt csinálni, és megpróbál befektetésként tekinteni rá, de hogyha már így hobbiként kezdődik el, akkor nem fáj a szíved, amikor így el kell adni valamit? Tehát te is pont mondtad, hogy most akkor a hardeneket nem. Van egy, nehéz átadni, igen. Van egy jó sztoria, de hogy szerezted meg, és akkor azt nehéz túladni rajta. De hogyha egy olyan kártyát szeretnél megvenni, ami nagyon drága és a szíved vágya, akkor viszont nagyon könnyen beáldozod azt a 2-3 napot, hogy meglegyen az. Ja, értem, tehát hogy akkor egy ilyen biznisz. Tehát főleg, hogyha egy csapat nagyon jól megy, az adott hónapban, akár egy meccs is megváltoztathatja az árakat, hogyha valamelyik srác dob 55 pontot, úgyhogy alulértékelt játékosok is, Steph Curry, meg a Lillard, akinek ugyanúgy nem vannak napjai, mondjuk a gyűjtők biztos örülnek neki, azok, akik őket gyűjtik, de mondjuk náluk is már az aláírt, meg a jersey, az már kicsit húzósabb. A vízlapjai simán elmennek 500 000-2000 forintért, de egy aláért meg már lehet, hogy 60 000 vagy 70 000. Aha, igen, láttam itt azért olyan kártyákat, ami 3 millió vagy nem tudom, másfél. De akivel még tudsz beszélni, egy nagyon brutál, nagyon sokra azt nyer, piros-pólós srác, és ő eszméletlen gyűjteménye is van, meg nagyon ügyesen megnyeri. Tehát ő külföldön nagyon sok ilyen rossz csoportba nyer, és azok nem meleg lapok. Hát ott igen, ott azt néztem. Ha valaki azt találja, ott már meg lehet élni belőle. A sztár. És róla mit kell tudni? Ez egy per 15-ös lap. Tie-dye. És ugye, ez a szivárvány. Most ugye ez a szivárványból ez a... talán a második, egy per egyen kívül talán per 15 volt. A mezdarab is különleges benne, mert nem egy sima mez van belevágva, hanem valószínűleg valami, vagy egy Chelsea, vagy egy angol válogatott meznek száma odavágva, ami ugye különlegesebb ezeknél a kártyáknál. Az AU pedig ugye az a lényege, hogy teljesen rajta van a matricán, tehát nem lóg le. Ugye a toll sincsen elmaszatolódva, tehát ezáltal ez is ugye valamilyen szinten értéket növel. Ez ráadásul egy 5 éves kártya, tehát egy 5 éves sorozatból jön, 2016-10 összelep. Nagyon szép. És ugye a rendszeres kérdés, amit feltesznek nekem, hogy meg lehet-e élni sportfogadásból, és én ezt így áthoztam ide. Hogy vajon... egyértelmű, hogy meg lehet élni sportfogadásba. Igen? Na ne viccelj, te vagy az első, aki ilyet mond. Jó, nem akarok nyilatkozni. Lehet vele kasszírozni, kell egy jó taktika, meg egy jó felfogás, mert nyilván azért úgy kell hozzáállni, nem idétlenül, eszetlenül, ha veszítesz, akkor azt egyből visszatölteni, mert akkor nyilván azzal csak buksz. És hogyha rávetítjük most ezt a meg lehet-e élni témát, igen, akkor mint befektetés a focis kártya, az. Hát, ha ezt mondjuk 2 éve teszed fel ezt a kérdést, és sok ember nem buta, és nem adja el a kártyáit 100-200 forintos áron olyan alaplapokat, amiknek az úgynevezett rookie kártyája, ami elmteg első megjelenést jelent, akkor igen, lehet. Nemrég én is sikerült egy olyan pakkot átvennem egy ilyen break csoportból. Uh-huh. Volt benne olyan lapom, aminek a darabja 60-70 dollár. Aha. És abból volt vagy 8 benne, szóval az meg már ugye magyar viszonylatban egy 480 dollár, az szerintem az már nagyon, egy jó összeg azért, hogyha abba belegondolom, hogy ezek kártya. És ki az a fiatal játékos? Jadon Sancho-nak az angol lapjai. Azt mondod? Neki Jadon Sancho-nak a Dorras 18-as sorozatából az angol lapjai, nyilván az optik verzió, ami ugye egy, hát nem egy sima papír verzió, meg kétfajta verzió volt ebben a sorozatban, de az optik verzió és azoknak a variánsai, azok nagyon brutális áron mennek, pláne hogyha be vannak vizsgáltatva. Még nem láttam be Black Lab-os kártyákat, és engem az nagyon érdekel. Nem hoztam magammal sajnos, csak a doboz. Ez a Black Lab, tehát ugye ilyen kézműves kártyák? Nem először csinálnak magyarok kézműves kártyákat, de ez az a sorozat, amit így sorozatként jelentnek. Tehát általában a kézműves lapokat egy-egy darab készül belőle, adott embernek kéri, hogy ebből a játékosból szeretnék egy olyat, amit például a logója van rajta, és akkor azt elkészíti, kéri érte egy átvisz, az ugye el kell. De ez olyan, ami
piacalkotó, egyedülálmú itthon, tehát hogy nem nagyobb cég panini vagy top csinálta, hanem full magyarba tolták a csomagolástól kezdve a tervezésig, és szerintem baromi jól néznek ki. Az a különleges, hogy nem csak pénzlap, hanem rendes aláírás. Tehát kérdőves lapoknál szoktak olyanok lenni, ahol nyomtatott aláírás, meg ének azok is ugye jól mutatnak akármi, de itt rendesen alá vannak írva a játékosokkal, a magyar nagy legendáink. Neked van egy break csoportod, az nagyon fontos. Hát, nem elsősorban break, ez egy Facebook csoport, amelyben eladásokat széles szoktak lenni, tehát ahol egy poszt alatt sok eladás van, bontani is szoktunk, de ez olyan, ami nem csak mi a Noémivel rakjuk ki a dolgokat, hanem bárki ugyanúgy eladhat. Egy ilyen jó kis közösség. Így van, így van. Saját gyűjteményi lapok nincsenek, csak azok, amiket Max itt a bőrzén vettem meg, ugye. Aha. De ebben sem magyar, nem feltétlen magyar játékosok, hanem kedvencek. Nyilván matricák, akiket kedvelek. Aha. Egy-két prémium sorozat, nem prémium sorozat. Meg ugye az idei EB-nek a matricása, ugye minden egyes világesemény kiadott albumot én megveszek, tehát hogy én ezt teligyűjtöm, kigyűjtöm. Kiadásból megélni, azt én nem mondom, hogy meg lehet. Én szerintem de befektetésnek viszont abszolút befektetésnek lehet okosan, igen, de az a baj, hogy annyira drágák a dobozok, amiket akár itthon bont az ember, akár külföldön, hogy egyszerűen nem biztos, hogy megéri neki, vagy nem elég türelmes hozzá az ember, hogy olyan csapatokat vegyen meg, amiben vagy bejön, vagy nem. Tehát hogy ez ugye ez is egy szerencsejáték. Ha már a fogadásról beszélünk, akkor igazából lehetne azt is mondani ezekre a kártyákra, ha esetleg bontja az ember ezeket a dobozokat, ami ugye nem látja előre, hogy mit bont, akkor ez is egy szerencsejáték, elég kőkemény szerencsejáték. Aha. David Beckham, de arra még gyűjtenem kell legalább 500 000 utat. Úgyhogy ha sikerül, akkor... Hát akkor hajrá! Köszönöm szépen! Hajrá, angolok! Ja, tényleg, EB? Hát én egyértelműen az angolokat meg a németeket preferálom. Aha. Remélem, hogy a kettő közül kerül ki a győztes, a franciákat meg a belgákat mondják, hogy nagy esélyesnek. Aha. Meglátjuk. Hát minden mellett ugye ezért szurkolok a magyaroknak. Legalább egy pontot valamelyik nagy csapat ellen egy X-re jók leszünk. Az milliós tétel a kopi? Olyan másfél körül. Másfél körül. Elképesztő lapokat hoztál ide tényleg nekünk Újpestre, és ezért külön köszönet, mert ez szenzációs, amiket itt láthatunk. Mivel sportfogadással foglalkozom, állandóan fölteszik nekem azt a kérdést, hogy hát meg lehet-e élni sportfogadásban. Most én ezt átvetítem a kártyára, hogy a kártya, a sportkártya, mint befektetés, az van-e olyan szinten, hogy esetleg meg lehet belőle élni. A te kártyáidat itt elnézve azért itt olyan összegek vannak a szemünk előtt. Ügyesen csinálja az ember, biztos meg lehet élni, de én hobbi szinten, nekem van egy gyűjteményem, én azt szeretném bővíteni, és ezek a maradék kártyák meg azért vannak, hogy vadcserebe élek. Hát igen, ezek is azért vannak, hogy a gyűjteményem bővüljön. Persze van jó pár kártya, ami befektetésként vettem. Aha. Egyébként cseréltem be, stb. És van szerinted olyan jelen pillanatban olyan ruki tehetség, akinek iszonyatosan föl fognak menni majd hogy ezt tudnám, akkor... Akkor már vennéd, mint a cukor. Igen. Aha. De szerintem ezzel mindenki így van. Lehet az, hogy esetleg a Covid miatt jobban elkezdték figyelni itt az online dolgokon, és egy kicsit így felpörgött ez a téma. Ez változott, szerintem ez közben játszott ez a Netflix-es Jordan film is. Ja, tehát hogy minden egyszerre jött, és akkor robbant egy nagyot. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok mindenkinek. Hát melbevágóan kedves mindenki, és borzasztóan családias a légkör, és nagyon sokat tudnak segíteni, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, akik bent voltak, úgyhogy puszi pacsi az összes résztvevőnek, meg tényleg megéri ezekre eljönni, srácok, mert egészen elképesztő lapokat lehet látni, egészen van egy ilyen varázsa ennek, és tényleg az első, ami eszembe jutott, hogy itt tényleg úgy indultunk el, hogy akkor most itt aztán mutatjuk a milliós lapokat, meg ilyesmit, vagy legalábbis így úgy indultam el otthonról, és hogy ez mennyire menő lesz, és ilyen bevágás, meg ilyesmi, de hogy az a fajta kedvesség, meg az a fajta nyíltság, és az a fajta hozzáértés, amit ezek a srácok itt mutatnak, meg ezek az emberek itt tényleg magukénak mutatnak, az kalapot le, úgyhogy
mindenféleképpen, hogyha lesz még ilyen, akkor gyertek, mert tényleg megéri, és kurva jó lapok vannak. Most hazamegyek, egy 3-4 hónapig megvágom az anyagot, mert remélem, hogy a hanggal minden rendben lesz. Kérdésekre a választ, hogy igazából, hogy meg lehet-e élni kártyagyűjtésből, illetve hogy jó befektetése, az ugye egy kicsit vegyes köret volt, és amit én tényleg még mikor idefele jöttem, talán mondtam is egy ilyesmit, hogy az egy nagyon nehéz dolog, hogyha az ember elkezd valamit gyűjteni, és ahhoz azért kötődik, és ahhoz vannak tényleg érzelmek fűzik hozzá, akkor azt jó időben értelmesen pénzt csinálni belőle nagyon nehéz, hiszen nem nagyon akarod ezt eladni, de láthattuk gyerekek, hogy milyen irgalmatlan összegek vannak. Brékekben résztvétellel, meg nagyon ügyesen kell tudni játszani, és akkor még az is lehet, hogy tényleg az ember elkezd gyűjtögetni, akár azzal a céllal, hogy későbbiekben nagyon sokat érjen ez, akár egy ilyen szerelem lehet ez az egész. Na hajrá haza!